Igen, és vannak olyan típusú emberek, akik némi súlyfeleslegben igazán teljesek. A hirtelen nagyfogyás után valami eltűnik belőlük, és ez nem csak a plusz kilókra vonatkozik. Ám a súlyfeleslegnek is van egy határa, ami még kifejezetten előnyös tud lenni, és van, amikor már nagyon is káros az egészségre. A felnőtt filmes Kovi is ezek közé tartozik, hiába fogyott egyszer már 75 kilót is, most újra 150. Kovács Kovi István oxigénmaszkban küzd túlsúly ellen. A most 150 kilós felnőtt film producernek 50 kilótól kell megszabadulnia, hogy újra teljes életet élhessen. Hát ténykérdés, hogy ez a súlyfölösleg nem egészséges, tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Kovi ebben az úgynevezett túlnyomásos kamrában nagy mennyiségű oxigénnel próbálja gyorsítani anyagcseréjét, de a szexfilmesnek az ország fitness gurúja, Sóbert Norbi is a segítségére van, aki már másodszorra fogyasztja le a producert. Néhány évvel ezelőtt 75 kilótól szabadította meg. A fitness guru szerint most nem csak a felszedett kilók, hanem Kovi beteg lába miatt is nagyon fontos leadni a súlyfelesleget. Egyik lába ugye térd az el van halva, és ez az egész súlytömeg ez egy lábra nehezedik, és az is tönkre tud tőle menni, és ha az tönkre megy, akkor nem tudom, mi lesz tolókocsi. Kovi azt mondja, egyelőre nem áll mérlegre, de súlyát 150 kg-ra satszolja. Hát felszaladtak rám újra a kilók. Ebben a rehabilitációs központban két kezelés között mesél arról, miért is jutott újra arra az elhatározásra, hogy le kell fogynia. Fogyókúrája, mert egy hónapja tart, eddig 8 kilót fogyott.